Köszöntöm újra a kedves nézőket, és itt a stúdióban Elek Judit Sárát, a Megálló című rövidfilm rendezőjét, és Zurbó Dorottyát, aki a nagyon sok szempontból kapcsolódik a Magyar Egyetemi Diákfilm versenyhez itt a BITFEN, aminek kapcsán ülünk itt most és beszélgetni fogunk, mégpedig a kettes blokk kapcsán, és majd a kapcsolódásodról is beszélgessünk, Dóri, de menjünk sorba, és kezdjük a Megálló című filmmel, ami a négy film közül az egyik ebből a blokkból, de elmondom most, hogy mik azok a filmek, amik itt szerepelnek. Ajtótól ajtóig, A Megálló, Kedves Mami és Mesék a férfiakról, ez az a négy rövid film, amit a kedves nézőink úgy tudnak megnézni, hogyha a bérletek közül kiválasztják a Magyar Egyetemi Diákfilmek versenye kettes blokk című bérletet, és ezt megvásárolják, akkor ezt a négy filmet együtt tudják megnézni, és a blokkban a második film, A Megálló, tehát amit te rendeztél, és amihez egyrészt gratulálunk, és egy picit szeretnénk, azt hiszem, hogy picit a folyamatáiba belelátni ennek a filmnek. Azt fontos tudnod, hogy olyanok is nézik most ezt a műsort, akik már látták a filmet, de olyanok is, akiknek reméljük, hogy most majd megjön a kedve ehhez. Szóval kezdjük az elején, hogy ezt a filmet, ha jól tudom, te egy ELTE filmszakos hallgatóként csináltad, de egy filmintézetes alkotótábor keretein belül, és amúgy azóta te az SFE dokumentumfilm szakos hallgatója vagy, szóval, hogy sok intézményhez kötődsz, ez akkor a Megálló esetében ez hogy alakult, mik voltak a keretei a film létrejöttének? Hát igen, ez a táborban készült, az FFP táborban, ez a Fast Forward program tábora 2019 nyarán, és hát nekem ez az első tábor volt, és nekem is az első táborom volt, és egy hetünk volt arra, hogy forgassunk egy filmet, dokumentumfilmet, ott különböző csoportok voltak, és én dokumentumfilmrendezőnek jelentkeztem ide, és gyorsan kellett találni egy témát ott helyben, egy faluban, ez Észak-Magyarországon Terény faluban, úgyhogy a keletkezés az így történt, ilyen gyorsan, és ja, így. Dóri, te is mentor voltál ebben a táborban, ugye? Igen. Tehát úgy nézett ki ez a tábor, hogy bejöttek a diákok, és szembesültek azzal a helyzettel, hogy most egy hetük van témát találni, elkészíteni a filmet, összevágni, és aztán le is vetítitek. Igen. Hát az alkotótáborok lényege az általában ez, és ez mindig egy ilyen nehezített terep, hogy összejön nagyon sokféle ember, aki nem ismeri egymást, diákok, film iránt érdeklődők, és akkor az a feladat, hogy ott vagyunk ezen a helyszínen, ebben az új ilyen szociális közegben, és akkor ott kell, ott, dokumentumfilm esetében, mert egyébként azt kell tudni az FFP táborról, hogy van fikciós csoport is, animációs csoport is, és akkor én voltam a dokumentumfilmes csoportnak a mentora, és nálunk az volt a feladat, hogy itt vagyunk ebben a faluban, ahol még sose jártunk, ugye szerintem nagyon sokan a résztvevők közül Pestről érkeztek, és hogy kezdjünk, ismerjünk meg embereket, találjunk témát, találjanak olyan dolgokat, amik ilyen inspiráló motivumok lehetnek, és ez alatt a rövid idő alatt kell kialakítani azt a kapcsolódást, ami aztán megalapozza a filmet. Hogy találtátok meg Csabit? Hát ez egy nagyon jó történet. Igazából a hét elején volt egy olyan könnyítése az ismerkedésnek a falun belül, hogy a polgármester asszony, aki egyébként egy nagyon kedves nő volt, ő tartott egy ilyen körbevezetést a faluban, elmesélte, hogy mi micsoda, milyen pályázatokkal, mit nyertek el, mit tudtak felújítani, nagyon érdekes volt a körbemutatása a falunak, de hát az történt, hogy elmentünk egy buszmegálló előtt, ami fel volt díszítve virágokkal, és ez azért olyan ritkán lát az ember ilyesmit, és megakadt a szemünk rajta, és kérdeztük, hogy ki díszítette ezt a megállót, és akkor Csabihoz vezettek a szálak, úgyhogy így kerültünk, vagy így került a mi látóterünkbe, és aztán egyébként ők nagyon-nagyon nyitottak voltak, elmentünk beszélgetni, és már ott rögtön az első találkozás alkalmával így
elég jó beszélgetés alakult ki velük, úgyhogy... Mesélsz egy picit a karakterről, Csabiról, azoknak a nézőknek is, akik még csak most fogják megnézni a filmet? Hát Csabi, ő egy 40-es éveiben járó férfi egyébként, és ami először szembe tűnik, az az, hogy ő nagyon egy ilyen kedves, pozitív, mosolygós fiatalember, de mondjuk így szavakkal kommunikálni nem nagyon könnyű vele, tehát nagyon röviden fejezi ki magát, igazából pár szóban, de nagyon tud kötődni, és nagyon-nagyon vágyja szerintem így a szeretetet, meg a figyelmet, amit így rögtön nagyon erősen vissza is tükrözni az embernek, úgyhogy azt hiszem, hogy ezek az első ilyen erős benyomások róla. És a családja is, azt gondolom, hogy érdekes, az őt körülvevő közeg, mert hogy az is, bár Csabi történetét látjuk, de nagyon szépen kirajzolódik egy közösség, hogy ő velük milyen volt. Hát a folyamat is érdekel, hogy mennyire volt könnyű ott kialakítani ezt a helyzetet, ahol így bemutatható ez a történet. Hát érdekes ez, mert hogy először nem is Csabival kezdtünk el beszélgetni, hanem az apukájával, a Pistával, aki ugye látszik is a filmen, és beszél is. Ő szintén egy ilyen nagyon, nagyon nyitott, kommunikatív férfi volt, aki hát nagyon elszigetelten él, még egy elszigetelt faluban is nagyon elszigetelten, szóval ez a család nagyon keveset kommunikál egyébként a falu belüliekkel is, és ezért ezt a határt megugrani időnként az nem volt könnyű, de egyébként nagyon-nagyon összetartó az ő családjuk. Van Csabinak testvére, aki szintén ott él velük, és egy ilyen nagyon nagy szeretet van közöttük, meg összetartás. És időnként az nehéz volt, hogy persze a forgatás alatt ők néha elfáradtak, akkor egy kicsi visszavonulat kellett fújni, vagy így nekünk is így meg kellett azt érezni, hogy hol vannak a határok, meddig lehet ezt, miközben nyilván van egy ilyen időbeli szorítás, hogy egy hét alatt kell filmet csinálni, persze, szóval hogy az időnként adott okot kis ijegységre, vagy izgulásra, de alapvetően nagyon szépen tudott velük épülni ez a kapcsolat az egy hét alatt is. Neked ez volt az első dokumentumfilmed, vagy volt ebben már tapasztalatod, hogy hogyan építesz fel egy viszonyt a szereplővel? Hát volt előtte az ELTE-n már egy ilyen rövid filmem, amit csináltam, de hát az alapvetően abszolút egy ilyen egyetemi feladat jellegű dolog, szóval, hogy annyi igazából a tapasztalatom nagyjából így a dokumentumfilm terén előtte, de ez valahogy, nem tudom, organikusan történt. Megmutattátok a filmet? Nekik, meg, persze. És az milyen élmény volt? Hát ez egy szuper jó élmény volt, mert hogy a hét az úgy záródik, hogy van egy közös vetítés, és akkor oda elhívták a falubelieket is, aki szeretett volna eljönni, meg a filmesek, ott voltak a tábor résztvevői, és egy ilyen nagyon jó közösségi élmény volt. Nagyon izgultunk, iszonyúan, hogy mit fognak szólni. Csabi és az apukája tudott átjönni erre a vetítésre. És hát különböző módon reagáltak egyébként, így hirtelen, de nagyon tetszett nekik mind a kettőjüknek, és szerintem nagyon nagy élmény volt ez az egész nekik, úgyhogy az egy szuper jó dolog volt. Gondoltál arra, hogy folytasd velük a filmezést, vagy ez egy könnyű és egyértelmű folyamat volt ezt lezárni ezzel a táborral? Hát elgondolkodtam utána, hogy folytassam el, de valahogy azt éreztem, hogy ennek van egy ilyen lezártsága, vagy hogy amit én nagyon szeretek ebben a történetben, az azt hiszem, hogy így benne van ebbe a filmbe, és hogy ezt lehet, hogy lehetne folytatni, de hogy valahogy az élet is úgy hozta, hogy tök sok minden történt utána, és nem feltétlenül e felé vezetett, de alapvetően azt gondolom, hogy ez a film, ez így kompakt. És azt az érzésedet, hogy ez kompakt, akkor valamiféle lezárásnak és sikernek is megélted. Amúgy úgy tudom, hogy ez a film nem csak a BITFEN, hanem más fesztiválokon is versenyzik, lehet látni.
ez? Igen, az nagyon-nagyon jó volt, hogy kapott egy díjat a Független Filmfesztiválon, de hát egyébként nyilván az egy dolog, hogy kompaktnak érzem, de természetesen elégedetlen vagyok sok dologgal benne, és azt is látom, hogy mivel lehetne ezt még így mondjuk most már így a mostani tudásommal is formailag is jobban fejleszteni, meg jobban kicsiszolni ezeket, amik benne vannak, de közben azt gondolom, hogy ez így ennek az időnek volt a feladata, ami így megszületett, és nagyon örülök neki, hogy egyébként ezt így, nem tudom, fesztiválok befogadják, és azt gondolják, hogy ez így megérdemli, szóval ez szuper dolog, persze. Az is nekem érdekes ebben a filmben, ahogyan a stílusa alakul. Hogy egyébként nagyon szépen és organikusan illeszkedik bele egy interjúhelyzet is, miközben amúgy a nyelve alapvetően nem ez. De mégis összeáll egy egészé, hogy hogyan alakult ki benned, hogy mi lesz itt a stílus, a nyelv, ezt előre leültetek és megbeszéltétek a tutorokkal együtt, vagy a szereplők, a téma hozta, hogy végül is ez lett a formája az egésznek? Hát szerintem az elején a tábornak még, amikor nem is feltétlenül voltak meg a témák, akkor volt egy olyan alkalom, amikor beszélgettünk arról, hogy milyen irányokba lehetne elmenni, és akkor emlékszem, hogy a Dóri mutatott nekünk filmeket, ami elég inspiráló volt egyrészt, másrészt meg az is alakította ezt, hogy nagyon sok nagyon szép jelenet van Csabival, meg az apukájával, de amit kimond az apukája ebben a rövid interjú részletben, ez a konkrét kimondása a dolognak azért lehet, hogy hiányozna belőle, és, uh-huh. és egyszerűen azt éreztük, hogy kell lesz, hogy ez ki legyen mondva, és hogy nem üt el annyira, szóval, hogy igen valahogy így. Igen. Szerintem szuper és bátor dolog, és azt gondolom, hogy ilyen módon közben is kísérletezni. Hogy akkor ebben a táborban több dokumentumfilm készült? Vagy ilyenkor mindig egy-egy műfajból egy-egy filmet készült? Hát a mi csoportunkban három film is készült, és igen, uh-huh. három film készült. Hát ami szerintem nagyon nehéz ebben a feladatban, amit ugye a Judit is elmesélt, hogy azért egy dokumentumfilmre 10 nap, az nagyon kevés idő. És hogy és nyilván, hogy ez egy ilyen ennyire intenzív folyamat, nagyon hamar kell döntéseket hozni, nagyon hamar el kell határozni, hogy akkor én róluk szeretnék filmet csinálni, és hát ami a legnagyobb kihívás szerintem, és ez nem is alkotói kihívás, hanem inkább egy ilyen emberi kihívás, hogy elnyerni vadidegen embereknek a bizalmát. És nagyon, nekem nagyon jó érzés volt látni Juditékat, hogy milyen szépen, empatikusan és érzékenyen építették föl ezt a kapcsolatot, és szerintem mindig az a legnagyobb öröm, hogyha aztán utána egy család ennyire beenged az életébe, és megosztják a legbensőbb érzéseiket és a fájdalmukat, úgyhogy a három film készült el, és hát egy nagyon intenzív időszakban az első 3 nap kellett megtalálni a szereplőt, és akkor utána el kellett kezdeni szépen lassan forgatni, kialakítani a koncepciót, milyen helyzeteket lehet fölvenni, tehát ebből a 3 nap ismertségből aztán hogyan lehet fölépíteni egy dramaturgiát, úgyhogy nagyjából erről szólt a tábor. Igen, most említetted ezt, hogy milyen nehéz kialakítani ezt a fajta bizalmi viszonyt, ami tényleg látszik, hogy milyen szépen működik, de most, hogy rákanyarodjak egy másik filmre a blogból, Kedves Mami a címe, Faizan Ali filmjének, ahol azt hiszem, hogy egy teljesen szélsőséges példáját látunk, hogy egy külföldi, milyen nemzetiségű is, Faizan? Pakisztáni. Pakisztáni diák találja meg ezt az intim és belsőséges viszonyt egy magyar nővel és az édesanyjával, akikről szól a film. Mindez történt itt Magyarországon, a Doknomads képzés keretein belül, hogy légy szíves, meséld már el, hogy ez hogy jött létre ez uh-huh. a helyzet, és hogy hogyan alakult a viszony. Ezt te, mint tanár, mint tutor kísérted végig ezt a folyamatot, de jól tudom, hogy eléggé benne voltál, úgyhogy ismered ezt a folyamatot, ugye? Uh-huh. Igen, hát a Doknomads képzés, ugye, ez egy picit nagyon érdekes, hogy pont a tábori filmről kezdtünk el beszélni, mert hogy a Doknomads képzés meg pont olyan, mint egy hosszú 2 éves tábor, mert hogy ugye
ugye mobiliskolának is hívják, mert hogy három partnerintézmény kapcsolódik össze, és 24 diák érkezik erre a mesterképzésre a világ minden tájáról, és minden szemeszter más egyetemen van. És ez a külföldi osztály, ugye Lisszabonban töltik az első szemesztert, és a második szemeszterben érkeznek meg Budapestre. És az egész programnak az a lényege, hogy dokumentumfilmrendezőként találd meg azt az univerzális nyelvet, amivel bárhol a világban tudsz történetet mesélni. Ez lehet a filmnyelve, de hogy igazából ez az igazán alkotói kihívás, hogy egy idegen kulturális környezetben megtalálni témákat, emberekhez kapcsolódni, néha úgy forgatni filmet, ami egyébként a Faizannal is történt, hogy nem beszéled a nyelvet, és lehet, hogy a szereplők nem is tudnak angolul, akkor mik azok a kommunikációs eszközök, amikkel aztán sikerül elnyerni ezt a bizalmat, úgyhogy az is egy nagyon intenzív időszak, és nálunk egyébként a budapesti szemeszterben, mert ugye ez egy nagyon gyakorlatorientált képzés, tehát a feladatokon keresztül tanulja meg mindenki a dokumentumfilm készítés lépéseit, a dramaturgiát, akár a technikai alapokat, hogyan kell koncepciót fejleszteni, attól kezdve, hogy miről szól a hangi dramaturgia. És a Faizannek ez a filmje, a Kedves Mami, ez a szemeszter filmnek készült. Mindig minden szemeszter végén több kisebb feladat van a szemeszter során, és minden szemesztert egy ilyen nagyobb volumenű film zárja le, és akkor ez a Faizannek a szemeszter filmje volt. És hát arra emlékszem így a mentorálás során, hogy a Faizann már rögtön az elejétől kezdve nagyon egy olyan témát keresett, ami ugye mindenki egy picit a saját személyes érdeklődéséből, érzékenységéből, traumáiból indul ki, és a Faizann pont egy olyan történetet keresett, ami egy anya-lánya kapcsolatról tud szólni, vagy akár a betegápolásról, és ráadásul és emlékszem az első beszélgetéseinkre, hogy fölmerült benne, hogy szeretné fölvenni a kapcsolatot egy hospice szolgálattal, és úgy kapcsolatba kerülni szereplőkkel, és nagyon sokat beszéltünk róla, hogy ez a folyamat érzelmileg iszonyatosan megterhelő lesz, mert lehet, hogy a film végére, hogy ezt magát a gyászfeldolgozást együtt fogja átélni a szereplőkkel, és hát nyilván a doknomád képzéshez kell bátorság, meg hogy belevitt magad ilyen helyzetekbe, és a Faizann nagyon érzékenyen, meg nagyon tudatosan vitte végig ezt a filmet. És aztán, mivel nagyon rövid idő van ezekre a filmekre, és a szemeszter hamar véget ér, úgyhogy nagyon sokan dolgoznak még utána a filmeken, vagy visszamennek még forgatni a nyári időszak során, és próbálják finomítani a filmeket. Ez a film mennyi idő alatt készült el? Hát a szemeszter filmre egyébként egy bő másfél hónap van, és akkor ugye véget ér a szemeszter ilyen június végén, úgyhogy akkor, és a Faizann még dolgozott a szereplőkkel nyáron. Igen, mert érzékelhető, hogy azért itt szóval nagyon bele tudott menni a karaktereknek a történetében, és miközben hát a nyelvet nem beszélte. Van ilyenkor velük a stábban szinte mindig van magyarul beszélő valaki is? Vagy nem, általában nincs. Általában nincs, mert ugye mivel ez a három év, ugye 24-en vannak osztálytársak, és hát rengeteg hétről hétre kell csinálni feladatokat, közben vannak elméleti órák is, úgyhogy ez egy ilyen nagyon intenzív időszak, amikor igazából gyakran dolgoznak párokban, tehát hogy mindenki segít a másik filmjében, és nagyrészt együtt dolgoznak, mert picit ilyen a képzésnek a struktúrája, uh-huh. hogy nagyon összeszokott lesz az osztály, és mindenki kipróbálja magát akár operatőrként, hangosként is egy-egy feladatban. És hát ugye csak egy szemesztert töltenek a Színházi Filmművészeti Egyetemen, úgyhogy arra nagyon nincs idő, vagy nagyon kevés kapcsolódás van, hogy a magyar más képzésekben tanuló magyar diákokkal is együtt tudjanak dolgozni. Ezt a filmet pont az van egy ugyanilyen joint master, csak operatőri
képzés keretében, és ezt egy viewfinder operatőrrel készítette a Pfizer, és egyikőjük sem beszélt magyarul, viszont mivel egy alapítványon keresztül ismerték meg a szereplőket, ezért ő volt így az első találkozáskor így a mediátor, de hogy aztán a Pfizernak kellett kitalálni azokat a lehetséges kommunikációs módokat, amikkel aztán tovább tudnak forgatni, és ott tud lenni velük, és jelen tud lenni a helyzetben. De ugye az is nagyon érdekes, hogy nyilván nincs ott a nyelv, persze lehet használni, vannak különböző technikák, lehet használni a Google fordítót. Nagyon sokszor készül film egyébként pont arról, hogy hogyan próbálod leküzdeni ezeket a kommunikációs nehézségeket, de hogy mivel nincs ott a nyelv, néha ez egyfajta segítség is, mert a szereplők is tudják, hogy te nem érted a nyelvet, nincs az a kényszer, hogy mindig hozzád akarnak beszélni. Egy picit ez a megfigyelői dokumentumfilm sokkal inkább meg tud születni, vagy meg tudnak születni a kamera előtt pillanatok, hiszen nem lehet kommunikálni a rendezővel, viszont neked rendezőként meg nagyon érzékenyen kell olvasnod, tehát a metakommunikációt, a gesztusokat, hogy vajon abban a helyzetben mi történik. Tehát nyelv nélkül is tudnod kell, hogy mit filmezel. Ez érdekes, amit mondasz, mert hogy nagyon sok filmet láttam a Doc Nomads programból, meg tudom is, hogy nagyon sikeresek ezek a filmek. Pont ma is van egy friss siker, amit egy Doc Nomads film ért el, a Berlinálén díjat kapott, de elmondott pontosan, Dóri, hogy melyik film, és hogy mikor készült? Igen, Olga Lukovnika filmje, ő egy moldovai lány, és az ő diplomafilmje bekerült a Berlinálé rövidfilmes programjába, és ugye, és megnyerte az aranymedvét, és hát ez egy óriási dolog, mert ez az első alkalom, hogy a Berlinálén szerepelt a Doc Nomads film, és arra meg senki nem számított, hogy meg is nyeri a fődíjat. És ez is az Olga filmje egy gyönyörű költői dokumentumfilm, igazából egy ilyen személyes családi abúzus történetet dolgoz föl, és egyébként visszament Moldovába, abba a faluba, ahol gyerekként felnőtt, leforgatni ezt a filmet, és talált hozzá egy ilyen gyönyörű költői formát, és ez lett az ő diplomafilmje, aminek szerintem most nagyon nagy fesztivál körútja lesz. Igen. Ahogy egyébként nem csak ennek a Doc Nomads filmnek, és nem csak ennek a filmnek, ami Magyar Egyetemi Diákfilmversenyünkből, hanem nagyon sok filmnek van szerencsére csodálatos nemzetközi karrierje is. Úgyhogy hát nagyon sok sikert kívánunk az összes filmnek. Minden nézőnknek ajánlom, hogy kattintson rá erre a bérletre, és nézze ezeket a filmeket, mert... Hát nagyon sokfélék, és nagyon izgalmas témák és stílusok bukannak föl. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, és kicsit bevittetek minket ebbe a világba. És a kedves nézőknek pedig kellemes filmnézést kívánok. Köszönöm szépen. Mi köszönjük.